A Hősök terénél újra elkezdődtek a munkálatok a löszfal stabilizálása érdekében. A helyszínen az érdekeltekkel beszélgettünk. Vili bácsi Dunaföldvár egyik legszebb helyén lakik. Az utóbbi évek mégsem voltak örömteliek. Miért? Hát ez a partszakadás miatt, hogy ez lement a part, alul a szomszéd az kiszedte a lősznek az alját, és ezáltal a hegy megcsúszott. És ez bizony sok gondot okozott. Meddig terjedt a Vili bácsi portája azelőtt, mielőtt le nem omlott a fal? Hát a régi időktől számítva vissza, mert édesapám itt, szóval itt születtem ebbe a házba, az utcai résznél, az északi résznél 2 méter hiányzik, annyi ment le, hátsó résznél, a déli oldalnál, vagyis a délkeleti oldalnál 5 méter. Tehát annyival nagyobb volt az udvar. Hogy lehetett így élni, hogy tulajdonképpen bármelyik pillanatban lehetett várni, hogy leomlik a, aluluk a fal? Nem vártunk arra sose, hogy leomlik a fal. Csak akkor vártuk, amikor máskor megbolygatták a lősznek az alját. Csak akkor vártuk. Egyébként nem omlott volna le? Nem, ne soha életbe. Hát ott van fönt egy, meg kell nézni, ott a mélyútnál egy hasadás van, az már legalább 20 éve úgy van az a hasadás, minden nem omlott le. Most úgy tűnik, hogy megcsinálják, mit tetszik hozzászólni? Hát örülnök neki, ha megérem. 80 éves ember az már nem számíthat holnapra vagy holnap utána. Varga úr, mennyire veszélyeztette önöket a löszfal? Mielőtt megépítettük ezt a támfalat, elég komolyan. Ezelőtt 30 évvel körülbelül volt az első omlás, akkor elkotort innét disznóól, gazdasági épület, WC, még a szüleimnek, ami itt föl volt építve, ezt az egészet maga alá temette, hasonlóképpen, mint ahogy már ott a felsőházba, Zoliéknál, vagy pedig az alsó szomszédoméknál történt. Mi szerencsésebb helyzetben vagyunk annyival, hogy a löszfal omlása előtt megépítettük ezt a támfalrendszert, és ezeket az épületeket tudtuk olyan biztonságba összeállítani, hogy ez megtartotta, mint lehet is látni majd a későbbiek folyamán, hogy rászakadt az épületre, de ez már kibírta. Hát ha ez nem lett volna ilyen komoly, ez egy jó 3 millió forintos beruházásunk volt, ha ez nem lett volna ilyen komolyan megépítve, akkor valószínű itt maga alá temette volna a régi épületbe autót, eszközt. Na most a felső lakó Vili bácsi azt mondja, hogy az önök építkezése miatt indult meg a löszfal. Tessék már mondani, hogy hogyan indult meg akkor a másik épületnél. Mert ott is mi miattunk indult meg? Vagy most esetleg meg kellene nézni ezt az anyagot, ami itt van. Hogy ezt, talán ezt a szemetet itt az urak, akik éppen takarítják a berendezést, hogy talán én hordtam ide föl a hegyre alulról. Vagy netán mégis lehet, hogy ő dobálta ki. Tehát ez nem érdekes. Itt a probléma az, hogy ez a löszfal, ez mindig a felső kéregréteget egy idő után elengedi. Aztán, hogy ez mi nyomja, vagy mi húzza, hát én alulról nem húztam lefelé a löszfal kérgét, az biztos. Mancininiék udvarában mikor omlott le a löszfal? Új évkor délután 5 órakor. 94-ben? 94, igen, 94-ben. Milyen káruk keletkezett? Hát azt nem tudom így felmérni, óriási, a férjemnek az összes szerszámai szobafestő, és előtte, fél évvel előtte meghalt a húgom, és onnan ide pakoltunk állatokat, baromfit, 2,5 mázsás disznót, de a disznót azt sikerült levágnunk még karácsony előtt, úgyhogy az nem maradt a romok alatt, de a 16 tyúk, meg egy gyönyörű kakas, meg 2 liba, a harmadik az megmaradt, és a férjemet kísérte azóta is, azután is, amikor ő nem ment be az orba, és így nem maradt a romok alatt. Azóta félelemben tetszenek élni? Hát, hogy ne félelemben. És akár még, ráadásul még a félelem mellett a nagy kár is, ez be a kis kertben nekem mindig megtermett, úgy nagyjából borsóba zöldség, és hát azóta nem tudtunk, szórtam el magvakat meg minden, de hát közben vittek el 18 kocsi földet, és... Várható volt, hogy a fal tovább omlik? Hogyne. És... Az illetékesek mit ígértek? Jaj, mit is mondjak. Végig csinálták, és valahogy az volt az érzésünk, hogy velünk egyáltalán nem törődnek, mert tényleg ígértek, majd jönnek, majd így, majd úgy, és olyan óriási összegeket áldoztak oda be, hogy nekünk már nem maradt pénz, mi már itt maradtunk csak úgy, és csak rettegtünk, hogy Istenem, mikor fog újra lejönni, és... Ettől a héttől kezdve azért nem kell félni, ugye? Hát talán, nem tudom. Úgy néz ki, hogy most már törődnek velünk. Nem akarok rossz májú lenni, de ez a 2 év, ami idáig elmúlt, azt mutatta, hogy ott vanni. Na,
De kár, hogy nem pont. Úristen, na most esik. Sikerült. Konkrétan mennyit biztosított az állam ehhez a munkához? Ez a munka már tavaly megkezdődött, a tavalyi évben állami támogatást 8 millió forintot kaptunk, ezt önkormányzatunk kiegészítette 12 millióval, és ebben az évben 10 millió forintos támogatást kaptunk még, mivel a löszpart körülbelül egy olyan 250-300 méter hosszan húzódik, és több helyen megindult, ezért elég komoly munkálatokat kell itt végezni. A löszfalon, illetve a löszfal alatt lakóknak mivel kell hozzájárni ehhez a munkához? A lakók tulajdonképpen nem járulnak hozzá semmivel, ők csak elszenvedik azokat a károkat, amik a löszfal omlásából keletkeznek. Többek között a melléképületeik teljesen romba dőlnek, valakinek a háza végére omlott rá a löszpart, és hát elég komoly károsodás érte ezeket az épületeket. Ezeknek az embereknek az a véleményük, hogy a teraszos munkák jobban védenek az omlás ellen, mint amit most itt fognak alkalmazni. Erről mi az ön véleménye? A jelenleg készülő partszakaszon egy körülbelül 60 fokos szögben egy vasbeton megerősítő keret fogja megfogni ezt a löszpartot, és ebbe teraszosan lesznek kialakítva azok a lépcsők, amik remélhetőleg már végleges megoldást jelentenek.